Szevasz, Fifika! Servus Charlie! Még mielőtt bármibe belekezdünk, sajnos rossz hírt kell közölni veled, vagy, vagy hát bárki mással is, aki hallgat minket. Ismét kevesebb lett a hazai WAPER közösség egy taggal, egészen felfoghatatlan gyorsasággal és minden előjel nélkül, de épp ma botlottam bele a, a Facebookon az üzenő falamba, hogy Lőrinc István közös ismerősünk, meg hát többünk közös ismerőse sajnos meghalt. Úgyhogy hát nem találok szavakat, de szerintem adózzunk neki Igen. egy pár de ilyenkor, uh, ilyenkor az ember mindig elgondolkodik a saját mulandóságán, és hát a, az István több találkozón is uh, ott volt, én is jól ismertem. Uh, nagyon jó fej volt, nagyon korrekt, uh, és uh, nagyon jó vapertárs, és hát uh, reméljük, hogy, uh, hogy mindenki osztozik a, a családgyászában, és próbálja ezt az egészet földolgozni, ami egyébként uh, én azt gondolom, hogy uh, földolgozhatatlan, pláne Hogyha ilyen hirtelen és mindenféle előzmény nélkül történik ez a körünkben, és természetesen minket is emlékeztet a saját mulandóságunkra. Úgyhogy nyugodj békében, István. Nyugodj a békében. Na de ennyi szomorúság után, Uh, térjünk rá a mai podcastünk nem kis téma halmazára. Uh, úgyhogy át is adnám neked a szót, Csárli. Ú, uh, kemény volt azért a múlt hét. Azért ezt tegyük zárójelbe. Kiizzadtam egy ilyen 35 percet, de, de utána jöttek az igazi témák tehát eh, nehéz volt azért, inkább csak egy ilyen field training szerű valamit eh, összebeszéltem azoknak, akik eh, esetleg újonnan kapcsolódnak be a, a, a podcastunkba, de talán másnak is jó volt felfrissíteni a tudását, hogy hol, milyen csatornákon lehet velünk, és a hiteles információkkal találkozni. Ami viszont még eh, fix, mint a nyomor, az az, hogy még mindig tart Kelemen Lala barátom és podcaster társunk hallgatói vélemény felmérése, úgyhogy mindenkit arra ösztönöznék, hogy van még idő, töltsétek, a, töltsétek ki a kérdőjével. Töltsétek, töltsétek, töltsétek. Igen, van benne egy olyan rész, ami évről évre előjön, hogy miért így van, azért, mert Lala így álmodta meg egy ilyen rendez fontossági sorrendbe, hogy tudod, ez a hangminőség, adáshoz, és a többi, és a többi, mennyire fontos neked, és ott sokan ugye x hogy ez is fontos, ez is fontos, ez is fontos, de nem, ott arra kíváncsi a Lali, hogy hogyha föl akarsz állítani egy 1 5-ös skálát, akkor melyik a legfontosabb, melyik jön utána, és utána, és utána, és utána, tehát így kell azt a, azt a kérdést kitölteni. Nehéz, de tudom, hogy sokaknak fontos a téma, fontos a minőség, és a többi, és a többi. Nem lehet minden ugyanolyan fontos, akkor választanak úgy, hogy mi az, ami, ami a leginkább irritáló lenne, hogyha nem lenne meg mondjuk a mi adásunkban, vagy egy másik podcastban. Igen, igen, igen. Nálam, például baromi előkelő helyre kúszott föl a hangminőség, mert hogy ha, ha kiegyenlítetlen a, a hangerő, és mondjuk kifordulnak a mikrofonból emberek, bármilyen érdekes is a téma, egyszerűen nem tudod követni, és ez baromira frusztrál. Például égés, égés teret ezért nem hallgatok. Te, te már nem tudsz hibázni, mert neked a fejeden van fixen a mikrofon, de arra gondolsz, hogy most így beszélek hozzád, és akkor így írtelen, így kifordulok, és így visszafordulok, és akkor így oda-vissza mozgatom a fejem, és na ez, ez az idegesítő. igen Ez ezt... kocsiba. Igen, figyelni kell rá, tanulni lag. kell, igen. igen. Néha azért megy el így a hangom, mert én meg most nem felejtettem el, amire többen is Höljöttek a figyelmem. Tegnap, múlt héten is egyedül jöttem föl. Mit nem hoztam föl? Vizet és a legrosszabb, az ellenséged, mikor nincs, ami a szádat megnedvesítse, és a likvid meg csak veszi el a vizet a szervezetedből. Na de lényeg a lényegben, töltsétek a hallgatói felmérést, mert az nekünk jó. És azért is, mert azt nem tudom látta, de beteggeltelek téged rajta. Nem tudom, miért néztem meg. Talán azért, mert mert most a statisztikában az látszott, hogy ilyen ilyen nagy tüskék vannak. És egész fölmentek 600-ig, mondjuk egy nap. Ö, Kenegette hájjal a mellemet, de. A, ajaj. De ugye érdekelt, hogy, hogy, hogy mi a túró ez. És. És azt látszik, hogy, hogy amióta átálltunk az új platformra, és ugye mindent egy helyen mér és gyűjt, azt neked is mondom, hogy hogy az annyira kurva jó hogy meg tudom nézni hogy a legutolsó adás amit egyedül nyomtam végig mondjuk rá kattintok a, a arra az egy sorra és látom ugye a letöltést látom hogy youtube-on hányan nézték meg hányan kommentelték ott hányan likeoltak hányan diszlájkolták esetleg és ugyanezt Facebookon is, te még külön lebontva a reactionsre is, hogy like, vagy smiley, vagy sírós, vagy anyám kínja. Tehát borzasztóan, borzasztóan szofisztikáltan szét van szedve. És Illetve nem kell öt helyről összeszedni a, a hallgatottsági adatokat, hanem egy helyen látsz mindent. Igen, 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 igen. És hogyha megnézem például a, a azt, amikor amikor mi elindultunk, és ahol most tartunk, az az látszik, hogy, eh, amit fölraktam a párásító csoportba is, egy ilyen baromi éles, eh, eh, nem tudom neked jobb szóval mondani, egy, 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 egy tök lineáris egyenes, ami kúszik föl, jövünk föl, mint eh, az a kibaszott talajvíz, és eh, ha azt mondom neki, hogy igen, igen, tehát onnan indultunk, hogy Ezer alatt voltunk egy picivel júliusban, és augusztusban 1700, és szeptemberben 3000. Hát bele sem -e gondolni, Fifika! Mi lesz itt egy-két hónap múlva? Hát, oh! hát hol itt ho, határa csillagoség? Mi megyünk a Marsra konkrétan? <laughs> és azon is túl? És Mi azon is túl, kérlek szépen. Túl. Az látszik egyébként, hogy elég erős a, a, a feed, tehát az RSS. Ö, ö, Nek a jelenléte, de szépen látszik az Android app is. Ehhez a kettőhöz képest a többi kimutathatatlanul kevés szinte, tehát hogyha most, tehát hogy kontextusba helyezzük, a klasszik feedet azt mondjuk 4800 letöltés volt onnan, tehát az, hogy valaki elindítja a lejátszóban, vagy, vagy megnézi a weboldalon, meghallgatja a weboldalon. Még egyszer mondom, ez mondjuk 4800, az Android abban 283. De látszik, volt értelme, ez az egyik, a másik, hogy a, a Spotify is masszívan ö, jön föl. Nem azt mondom, hogy ott ezre hallgatják, tehát ö, ott megvan ez a, ez a 30, aztán 80, aztán 50, azt a, ezek most adások, de hogyha azt nézem, hogy ö, m, azt mennyien hallgatják, akkor az úgy alakult, hogy júliusban 120, augusztusban már a duplája, Szeptemberben 360-an, az is megy föl, az is megy föl. Ö, baromi jó, szerintem. É, amit ugye beszéltünk, hogy ne vagdossátok, ne töltögessétek. Tehát, hogyha valaki akarja, forduljon hozzám bizalommal, ha azt mondja nekem, hogy Charlie, csinálj egy olyan playert, ami 3 perc 66-tól indul, meg tudom csinálni, és akkor az beilleszti valahova onnan indul. Tök jó. Erre ösztönöznék mindenkit nem arra, hogy vagdosson. Na, úgyhogy ezért is jó a podcast hallgatói felmérés, ezért is jó a közös agregált Lipszín statisztika. Nagyon elégedett vagyok. Hallgatókkal is. Mindenkivel. Mindenkivel. Én még Krisztiánnal is meg képzeld, szóba állt velem valamelyik nap. Az hülyeség. Úgyhogy... Szerintem az az én, alter ego. Lehet, lehet, hogy a klónja vagy a, a robot Krisztián, de, de jó, jól csináltam, mert nem vettem észre, hogy nem Tehát semmi gond nincs vele. Szóval milyen volt egy adást csinálni? Mert ugye én annak idején, amikor te kivonultál ebből a, a sztoriból, akkor azt kétszer, és, a harmadikra mondtam azt, hogy nem, többet nem. Tehát, hogy egy magad, ülsz és beszélsz, az hihetetlen. Nincsen interakció, nincs, nincs aki reagáljon a dolgaidra. Hát Borzasztó biztosan annyit mondtam, hogy ugye ez azért jó, hogyha egyedül csinálja az ember, mert tökéletesen egyetért a saját mondani valójával, nincs aki megkérdőjelezi, és nincs aki ellent mond neki, és itt ki az előnyei, mert valóban nincsen feedback, nincs az, hogy ah, ez hülyén tudod, és akkor tudod, ez a közös, közös ötletelés lenne. Ö, nem, nem, azt mondom, hogy nyögvenyelős, hanem borzasztó fárasztó. Tehát ezt el nem lehet képzelni annak, aki csak így benyomja a kocsiban, vagy a telefonon, hogy mennyire fárasztó 36 percig akár csak beszélni valamiről úgy, hogy érezhet, nem kell kimondani, tudom, hogy sokkal unalmasabb egy ilyen, tehát egy ilyen oktató jellegű podcast, az, az jó is lehet, mert összeszeded a gondolataidat, leírod, oké. Okay. De itt, amikor ö, témákat kell kibeszélni, átbeszélni, megbeszélni, jóval nehezebb azért. Tehát Minimum ez a két ember, ez tényleg szerintem szükséges. De annyi minden ez történt egyébként velem a, a, a héten is, a múlt héten is, hogy ö, ö, csinálhatnánk most egy ilyen, mi történt veled az elmúlt két hétben rész, mert volt olyan téma, amit nem tudtam csak a saját érzelmeimet belevinni, és kíváncsi lennék a véleményedre. Na, kezdjük, Charlie. Mi történt veled az elmúlt két hétben? A, a, csak az egyik témát ragadnám ki, az pedig az általam nagyon várt Apple Event volt, ahol bemutatták az új órát és az új telefont. Ami, ami te is láttad biztos, ha a, más igen. nem, akkor az árcéduláját, meg az, hogy miket tud, és a, az agyam ledobta az égszíjat úgy, hogy tényleg évek óta az ökoszisztéma ö, beleépült a szervezetembe, tehát, tehát ö, sose volt kérdés, hogy milyen eszköz kell használjak, de ez olyan szinten fölcseszte az agyamat, hogy azt, azt leírni alig bírom. Le tudnám, de akkor az vastagon ö, karikás lenne, 18 karikás. Én egy, én egy, picit meg szeretném védeni a, az épült, úgyhogy hogy gyakorlatilag nem használom most már egyetlen eszközét se, de ugye használtam tablettet, használtam megbukott, használtam telefonját, de mindenki szerintem túlzó elvárásokkal van a, a cég irányába. Mondjuk ezt maguknak köszönhetik. Az árakra pedig azt tudom mondani, hogy volt egy nagyon híres zsidó származású közgazdász, aki azt mondta, hogy ha valamiért sorbálnak, akkor azt olcsón adod. Ennyi. É, igen, igen. tehát Magával, az eszközzel, a hardware soha nem volt semmi bajom, hiszen nekem tényleg már annyira gondolkozom mindig, mikor. Windows-os gép elé kell ülnöm, hogy hogy van az a billentyű kombináció, meg tudod, mikor vágok, akkor, akkor egyértelmű rá se nézel, Ctrl-S, Command, ez az amaz, a, ezek úgy jönnek, jönnek. Tehát, hogyha le kell ülnöm egy Windows-os klaviatúr elé, ott bajba vagyok. De, de hogy, hogy azért fifiga, izlegessük már, hogy 578 ezer forint egy telefonért. Tehát, hogy bazd meg azért, na. Csak, Na, ugyan. És, lesz. csak lesz. És, Figyelj, és, csak, előbb, kéne. Előbb-utóbb elérik az egymilliót. Uh, és, és szerintem azért nem berzenk, tehát azért nem, nem nincs ilyenkor a, a piac többi uh, részvevőjében egy fajta lázadás, mert az épő baromi jó megágy az a, 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 ezeknek a termékeknek a drágulása irányába. Nézd meg a legújabb uh, csúcskészülék árakat, már mind 300 ezer forint uh, környékén járnak, úgy súrolgatják a 400-at, nagyon nincsenek lemaradva ettől a, az árszintől. Igen, ezt akartam mondani, hogy tulajdonképp ilyenek, hogy Samsung, hogy Huawei, meg az anyám kínja, örülnek is gyakorlatilag ennek, mert hisz elmondhatják, hogy ugye úgy vannak a termékciklusok, hogy valahogy mindig bejelentésben először jön az Apple szeptemberben, aztán jön december-január környékén a Samsung új zászlós hajója mindig, meg a Huawei, és a többi, és a többi. És akkor tudod, így lehet mutogatni, hogy hát az enyém drága. Hát nézd már meg azt, az enyém annál olcsóbb száz dollárra. Tehát. És erre, tehát erre baromi jó ö, stratégiát lehet építeni és azt gondolom, hogy a fogyasztók is. Tehát Amerikában nyilván, tehát ott is azért szerintem ez már kezd a net közelébe kerülni. Megmondom tehát egy én, hogy megmondom egy hogy milliós telefon azért én Amerikában se olcsó. Nem, szerintem azért megtévesztő ez az egész, mert, mert meg tudja mindenki venni szolgáltatónál, és tudod, ha részletre veszed, akkor semmi nem drága. És, és biztos, hogy itthon is ez lesz, hogy nem drága, mert elhozom. Azt nem nézem, öcsém, hogy utána havi 30 ezeret kell fizetni, de akkor el tudtam hozni 15 ezer forint kezdővel. És ez a legfontosabb a magyarnak. Meg szerintem bárki másnak is, mikor Amerikában nézem, hogy 30-40 dollár rokér el tudják hozni, és utána ennyi havi díjjal. Na, hát igen. Aztán jönnek be a telefonok Magyarországra, és az ember csodálkozik, hogy hú, nem megy persze, mert az, aki meg eladta, az meg fölmondja, vagy nem fizeti a, az előfizetést. Hát és a, és a, a, a szolgáltatók pedig ezt uh, nem a legfaszább csomagjaikhoz szokták hát uh, Nekik faszak, nekik fasza. <laughs> Mindenféleképpen. Tehát igen, ezek a, ezek a prémium legmagasabb uh, csomagokba szokták uh, ezeket dobálni, és aztán így összeadott, hogy hú, és a haverom mondta éppen, hogy hú, akkor kifizetne a két év alatt 380 ezret a havidíjra, meg még arra rájön a készüléknek a 170 ezre. Bizony. Azt mondja, az úgy nem kevés. Bizony. Hát nem bizony. És senki nem gondolkodik el rajta. Mert mindig ezt mondják, hogy ó, de telefonálni amúgy is, te hát nyilván, hogy telefonálnék, csak akkor nem, nem a, a korlátlan díjcsomag meg a korlátlan nettel, hanem mondjuk egy alacsonyabb díjcsomaggal, ami mondjuk meg van 5000-ből és nem 18000-ből mondjuk. Nekem magentám van. Magenta egy? Azt nem tudom, hogy egy, egy vagy kettő, nekem céges magenta csomagom van, a legkisebb. Tehát 5700 forint. Ezt nem nagyon szoktam túllépni. Tehát ilyen 6, maximum 7000 forint, de akkor már parkolok. Tehát akkor már van benne más egyéb szolgáltatás is. De mindig Xiaomi telefonjaim vannak, tehát nem, nem szolgáltatós telefonokat használok, és ez nekem többet ér attól bakker, hogy ilyen 720p-be tudok baszki 120 frame-be rögzíteni, tehát nem. Hát az Na. már vérciki lenne, hogy a 720p-re le kéne menni a 120 fps-ért, tehát azért maradjunk a full HD-nál. Jó, akkor full handle. Mert már, már, múltkor ezt is hallottam, hogy ez is ha nem lehetne, hogy 240, baz meg hallott, hogy tényleg ezek a first world problémák, hogy ez nincs benne, ez deal breaker, meg, tehát óriás. Hát de de még történt. nem látom a golyót a lassított fölvételem, bakker. Igen. Pedig milyen szelfi lenne, hogy éppen fejbelőnek jön a golyó. Hát ez, ez, a, ez, a, ez az abszolút uh, headshot, ez a a Xiaomi-nak a trollkodása volt utána, hogy oké, okay, és srácok, aláírjuk egy jó telefon, nézzük meg, hogy mit tudunk venni az XS-nek az árából, hogy a Xiaomi. Az és akkor, illetve a több készüléket is, és a, a legdrágább telefon, de nem, az összes telefonnál ott volt a laptop, de úgy volt, hogy Igen. egy Xiaomi telefon, egy Xiaomi laptop, egy Xiaomi ilyen vezeték nélküli ilyen bluetooth uh, fülhallgató. Headset. Uh, mi volt még talán? Volt még egér, vagy, vagy nem uh, tudom. nem, nem. A, a háromas karkötő mindegyikben ja, ott igen, volt. Igen, igen, igen. igen, igen. Értem én, hogy ez nem ugyanaz, mint az óra, na, de tudod, mikor így eléd raknak egy csomagot, hogy Laptop telefon anyám kínja minden, és ezzel így a komplett médiafogyasztási és infokommunikációs ö, szolgáltatás csomagod le van fedve, és a másik oldalon van egy VS egy darab telefon. Ott elgondolkodik Igen. az ember, még úgy is tudod, hogy nincs magyar billentyűzet kiosztás. Hát tudod, lehet, hogy ennyi pénzért már korpásodna az én hajam is. Jaj, ja. Úgyhogy most nagy dilemmában van egyébként a cimborám, mert éppen tegnap akartuk frissíteni a számítógépét, és elkezdett dühöngeni, hogy 2011-es CTO iMac az egy ilyen 1 millió kettő volt annó, és hogy tudod, van mondom, nyomjunk rá a frissítésre, kiírja, hogy ez a verzió, vagy ez a hardware nem szapportált már ezzel a verzióval. Hú, Hú az bakker. meg volt ott minden. Volt ott minden, hallod, mindenki uj, volt, uj. minden csak fehér ember, nem? Fölbaszta az agyát, mondom, figyelj már, ebből a pénzből akkor két laki életet élsz, mert itt is laksz, meg ott is laksz, vegyél két darab Mac -Minit, vegyél két darab 4 k monitort, vegyél hozzá még az egyikhez billentyűzetet, mert csak egy készleted van, és akkor most tartunk ilyen 850 ezernél, de tehát két darab 27-es 4 k uh, LG monitor, uh, IPS panellal, a két darab uh, Mac mini az egyik a legdrágábbik, a másik, tehát az egyik 350, a másik 240, és uh, Na mondom, legyen ez, legyen ez akkor. Aztán becsípődött, és, és, és megint a mantra elhangzott, faszom az egészbe, Windowsosak leszünk akkor, hát mondom, lehet Windowsos, biztos, hogy én nem, és akkor, jó, akkor tudod mit? Olyat veszek, mint ami neked van, csak újabban. Jó, vegyél akkor olyat, nézzük meg, oké, 890, csak a gép, de ezt tudom hordozni. Jó, oké, azt veszel, amit akarsz, 890 ezer. Na, abból lehet, hogy kettő darab DLX-es kijönne. De és most se rossz cucc. Jó, mit mondjak erre? Tudod, engem is tizen év után hogy mondjam neked, nem a hidegráznak ki, hanem, hanem tudod, mikor leülsz egy új valami elé, és így nem tudod, hogy mit hol keres, nem tudod, hogy mit hol találsz. Hát az azért Csáli, Windows-os világgal te is érintkezel nap, mint nap, nem mondjad, hogy hát, nem. Hát nem nagyon. Hát nem nagyon. Tehát vannak nekem felügyeleti rendszerek, azt tudom, hogy hogy kell használni, de hogyha nekem azt mondja valaki, hogy most a legnagyobb drámám, hogy Windows 10-be följönnek ezek a, tudod, mikor mi az Isten, alt tabot nyomsz, és följönnek, régen volt mindig csak a, az alkalmazásikon, az olyan jól átlátható, és ta, 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 nyomsz négyet, és már tudod, hogy hol vagy. Itt meg a, a Windows 10-be, tudod, följön az, annak az aktuális ablaknak a képe, és így az nekem igen. baromira lelassítja a munkámat, hogy föl kell fogni, körülbelül hát ilyen 15-20 ablakkal dolgozom, meg alkalmazással, hogy ez melyik is, várja akkor vissza, akkor. Ó, borzasztó, borzasztó. Hát... A szelektált szét, szelektált szét asztalokra. Jó, és akkor persze, a... igen. Hát... Egyszerűbb lesz. Jó, igen. Mindegy nem ez sosem erült föl, hogy nekem váltanom kéne, de, de neki mondtam ezt a Xiaomi-t, váltunk akkor Windows-ra, hát váltsába, az meg én biztos nem fogok. De, de ő se, ő se. Na mindegy. Úgyhogy ö, ez volt az egyik hír, hogy ugye tudod ez a mit történt veled, illetve az az abszolút friss dolog, hogy ö, az előző héten nem voltál itt, ugye ö, mondtam, hogy megkerestek engem, megkeresett egy cég, a, egy másik ex-kollega, akik rendezvényeket, tehát egy ilyen, hogy mondjam, ilyen nem workshop, hanem edukáció, akár micsoda, előadások. Ilyen nagy rendezvényeket képzelj el, most a legközelebbi pont a Grupa arénában lesz, és hogy összekössék a 21. század jegyében a, a fiatalokat, az egész előadás, illetve a gyerekekre vonatkozó része az broadcastolva lesz a Facebookon, micsoda csoda, és ezt a Facebook Live-ot ezt rajtam keresztül fogják csinálni és hát én fogom csinálni, és wow. és nagyon érdekes egyébként maga a projekt is, hogy a gyerekek tudod, nagyon online bele tudnak kapcsolódni, kérdezni, beszélgetni a prezenterrel, Facebook live-ban, úgyhogy érdekes lesz a dolog, és ehhez kellett nekem, ugye, mert hát kameráról legrosszabb esetben is HDMI-vel, de hát inkább SDI-vel jönnek ki, egy, kever, egy videós keverő, tehát úgy képzeld, tényleg, hogy itt, itt gyártásvezető, itt több kamera, itt kameraváltások, meg az anyám kénye lesz, és, és ehhez kellett vennem egy ah, tényleg akkor, mint egy, egy jóféle marok marokmod, még a, a legkisebb fajtája, és mikor így, így leírva látod, hogy 57 ezer forint, akkor azt mondod, hogy fáj, fáj. De, ja, és 57 természetesen... 7000 forint. Ízleges, Drá, figyelj, drág, drágább volt, mint a, a Mekim. nem vicceljém. <laughs> 57 ezer forint. Igen, és, és, és teszem hozzá, hogy ez tényleg olyan, mint a fajik, hogy nincs rajta se kapcsoló, se semmi. Az egyik oldalon belemegy az SD, ugye ez a BNC kinézetű csatlakozó, a másik oldalon meg kijön egy Thunderbolt, ami bemegy a gépbe, és onnantól kezdve digitálisan lehet feldolgozni a, a jelet. És ennyi. Ennyi tud. Ennyi tud, de ezt üzen biztosan. De végre elértünk oda 2018-ban, hogy kibontottam a dobozt, megijedtem, hogy mert benne volt egy ilyen CD lemez méretű alakú kis jaj, jaj. aranyszínű. Valami mondom, ez, ez geci jó, bazd meg, csak az én gépemben ilyen nincs is. Kinyitottam, és képzeld el, bazd meg, hogy egy SD kártya van benne. Beszarsz. Fíj, és van a gépedben SD kártya olvasó? Hát, 2015 mid, tehát ez az utolsó széria, a, amiben van. Ez hát, az utolsó, amiben van. Faszom, Igen. én nem cserélem le. <SZ> anyátok, hát bazd meg, tehát hogy 2000... 18 ba kijönni egy olyan mekintossa, ha már köpködni kell a gépet, amibe egy kurva izé nincs, egy kurva mikro SD kártya Na, nem mondja, nem hogy van benne Thunderbolt 3, Ú, oh, USB meg, Igen, is. meg, meg izé, mi ez? Mikro USB C port, bazd meg. Ki nem, a hát faszom dug bármit is. és Te... most pont a haveromnak mondtam, hogy ez tök jó, csak nem fogod tudni velerakni a kamerának az SD kártyáját. Jó van, nézzünk hozzá, akkor vizét, átalakított. Oké, nézzünk. Aha. 14 ezer forint. És ez csak Aha, egy, egy SD kártya. ez csak egy átalakított. Hát mondjuk az enyémre is ö, kellett egy Thunderbolt LAN ö, átalakító 18 ezer Így tudod, ezeket a fájdalmas tízezreket kimondja az ember. De mondtam neki, hogy van erre ilyen komplex ö, kis cucc, ami abból a két USB Type-C-ből csinál mindent, ami, ami eddig rajta volt a gépen. 43 ezer forint. Milyen potom tényleg, tudod? Tehát 43 ezer. Mindegy. Mindegy, mindegy, mindegy. Az a lényeg, hogy ezek SD kártya, most néztem meg közben egyébként egy 4 gigás SD kártyán ö, van szépen föllogózva, ö, címkézve, és hát azért tegyük hozzá, hogy na, hát azért ez csak egy Black Magic ö, cucc, tehát nem szarral gurítunk természetesen, most már csak egy Black Magic ursa kamera kéne hozzá, de azt még egy picit várni kell arra. Úgyhogy, de ezzel is drámában voltam, mert ugye az első az jövő hét uh, negyedikén lesz, harmadikán a főpróba, és uh, ugye vártunk a szerződésig vele, hogy hát mondom, a blindre nem rendelembe. És uh, hétfőn elmentünk, lepapíroztunk, elintéztünk mindent, és, és uh, nem mondom, hazajövök, de még közben rátelefonálok a cégre, mert ki van írva, hogy kettő-négy nap. Fölhívom őket, Ö, mindjárt hív volt egy két óra múlva, az van, hogy nincsen, de az, ajaj, de az ajaj, európai raktárban van. Jó, mondom, semmi gond, mennyi idő? Hát egy olyan, olyan, olyan 4-6-7, mondom, mi van? Hát te mondom, engem föllógat, meg basz, meg a lábomnál fogva. Na, úgyhogy, vagy? Úgyhogy hála Isten találtam egy Facebookos csoportot, ahol uh, tudod, vannak ilyen, ilyen a konzumerni kicsit komolyabb uh, emberkék, akik uh, videó kivetítéssel, meg stúdió, meg színpad foglalkoznak, és akkor ott valaki belinkelt egy céget, és, és, mondta, hogy nincsen, de szerdán jön. Úgyhogy ma befutott hozzá a DHL futár, és útközben a városban találkoztunk valahol, magamhoz rántottam. Az apró tarzs, meg te mocskos állat, nem kell az a 180 forint, ott van, hadd vigyem. Úgyhogy annyira friss, hogy még ki se tudtam próbálni, itt van előttem, de nem akarom most itt a letöltéssel megzavarni az adás felvételt, úgyhogy körülbelül ennyi az, ami történt, és hát várom, kíváncsi vagyok, hogy, hogy milyen lesz, mert ez egy, ez egy pilot egyelőre, aztán remélem, hogy bejön a, a megrendelőnek is, meg a, a gyerekeknek is, és akkor valami el tud indulni ilyen vonulaton, vagy ilyen, ilyen témában. És még egy dolog történt velem, ez is egy nagyon friss emlék nekem, tegnap mentem be dolgozni, tudod, nekem mindig akkor történnek a drámák, mikor megyek be dolgozni, és mikor itt kikanyarodok az útról, kövérgáz nyomok, narancssárga, hibakód, DPF. És így Tudod, amikor én meglátom a DPF ikont, ez a nem tudom én milyen partikulét filter, ez ez a részecske szűrő, Részecskeszűrő. Igen, akkor Ó, tudom, szép, hogy, hogy, hogy hogy, ez európai modellben sem olcsó. Egyből pörögtek a dollárjelek a szemem előtt, bementem a munkahelyre, gyorsan ránéztem. Jó, japán autó, 350 ezer a legolcsóbb, és a következő, meg kettő darab van belőle, két fajta, az 405 ezer, úgyhogy gyerekek, 405 ezer. Úgy... Kurva anyát, a dízelnek, meg a részecskeszűrőnek, szűrőnek, meg kettős tömegű Bár egyébként, teszem hozzá zárójában, mert föltettem a, a hondás fórumba, ott is összefújja a szemetet a szél, fifika. Tehát nagyon örültem neki egyébként, hogy összetalálkoztam. Kézzed, tudod, így hondás fórumba beírod, és aztán valaki beírja, hogy figyelj már, Charlie, kevesebb már kijön egyből, és így, na mi van? az <laughs> meg <laughs> mindenhol mindenhol van cigis apám, mindenhol úgyhogy, úgyhogy ez aztán jöttek, hogy tudod ez a nem ismer engem, de mindenhol megvan ez, ami azt hiszük, hogy csak az cigisek lehetnek ilyen hülyék, de nem ez a nem, nem. Ha, nem tudod, ha nem tudod föntartani akkor mi a fosztunk neked ilyen autó akkor ha ki akarod belőle vágatni a gecibe, akkor az ilyennek a nyakára tekerném hát mondom kisbarátom, egy, nem őriztünk együtt libát, kettő, nem tudod az én élethelyzetemet, hogy mire van pénzem, mire nincs, mit tudnék megvenni kilóra, vagy mit nem. de Oda is írtam, tehát végül is tudod, jól bírja az autó úgy, hogy 230- 40 ezer kilométer, és ez az első rajta, így, hogy, tehát azt ilyen 150-170 környékén ö, esedékes mindig ennek a cseréje. És rádobtam még egy lazabb 90 ezeret. De hogy tudod, jönnek ezek a megfejtő emberek, hogy ő tudja, hogy, mert hogy, ő mindig új autót vett. Hát igen, igen, ez is új volt, mikor megvettem kisbarátom, csak, csak hát ez nem így működik. Tehát, hogyha lehet ezt valahogy máshogy, mit tudom is én, tisztítással így úgy amúgy, azért vártam a véleményeket, de nem, jönnek a megfejtő emberek, az meg. És így, valaki be is írta, hogy magyarázza el nekem valaki, hogy mikor valaki beír egy, dízeles posztot, hogy milyen hiba üzenete van, arra miért ugranak rá a benzinesek? Tudod, ez, a, ha, ha, tudod, ez Aha. az önigazolás, hogy ó, de jó választottam, és miért nem te is a 180 való erős tájpest vetted, meg anyám kínja. Hát azért, mert, 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 mert ezért. Mert ez, ez, kiadás volt, aztán egyébként meg semmi baja az autónak. De, de hogy igen, ez mindenhol megvan. Nem kell abban a tévhitben ringatnunk magunkat, hogy hogy csak az elcigisek ilyen hülyék. Nem, mindenhol vannak hülyék. De bennem fölmerült a gyanú baszki, hogy te engem utánzol. Utánozol? nekem Majd volt, volt először szíjszak szíjszakadásom, <laughs> aztán neked is lett. Nekem volt először részecske szűrő problémám, most neked is lett. De mi lesz a következő? Egy, gyakorlatilag én mindenkit utánozok, mert a haverommal ugyanígy voltunk a az EPE műtéttel, veled ugye ezekkel a projektekkel, hát, ja, ez dobja a gép. De hát nem tudunk mit csinálni. DPF. Rohadjon meg. Na de most már tényleg 35 perc járunk, és még semmi nem szólt arról, hogy mi történt veled, és hogy valami on topic téma is legyen. Mesél már, mi volt Dortmundban. Ú, na várjál, kezdem az elején. Tehát így szerda délbe meghozták a, a meghozta a futára Meki négyest, bluetooth mert képzeld el, hogy pont annyiba került, mint a nem bluetoothos os Összenéztem a műszaki paramétereit, ugyanaz a doboz, ugyanaz a hangszóró, ugyanaz a mély. Hogy? Ez, azt mondtam, hogy állj meg, ez micsoda a Mekinek? Keverő vagy? Meki CR4, nem? Hangfal. Hangfa. Ja, és Aktív akkor így hangfa. direktben rá tudod mondjuk a telefonot kötni Bluetooth-on, és akkor így tudod van. a kis grófot nyomni mondjuk. Aha. Így, így van, uh -huh. így van. Tehát mit tudom, 300 forint különbség volt a Bluetooth-os, meg a nem Bluetooth-os között. Körülbelül ennyi az igazi különbség is, vagy lehet, hogy 50 forint. De ez okay. egyébként egy ilyen hatalmas nagy bulimentő dolog, mert nekünk az összes céges bulinkon nekünk mondjuk egy ilyen bluetooth keverő szokott hozzá csatolva lenni a hangfajt, és akkor tudod, oda mész, csatlakoztatod, azt akkor megy a zene. Ö, tök jó. Nem kell szórakozni a kábellel. Hát baromi egyszerű. Meg a számítógépet is uh, tudom egyből Bluetooth-on keresztül, akkor nem kell kábelezni. Na és uh, lényeg, lényeg mi lényeg, tó, csak így ránéztem a csomagra, bazdmeg, nekem Dortmundba kell menni, úgyhogy ott maradt kibontatlanul, és megvárta, míg a uh, hazaérek, pedig annyira viszketett a tenyere, hogy kibontom, de nem. miért nem vitte el? <laughs> és uh, hát szerda, nem is tudom, délután kettő körül indultam el, Baromi jó idő volt, uh, azzal szemben, ami szokott egyébként lenni, tehát így átérsz uh, Passaunál uh, a német uh, hegyek közé, és ott mindig szakadt eddig az eső, most két napot késett, tehát már kim voltunk bőven Dortmundban, amikor elkezdett szakadni az eső. <kül> Úgyhogy aránylag jó utam volt, az osztrák autópálya az félelmetesen fincsi, én még az osztrák utolsó nagy pihenőbe aludtam, és akkor másnap reggel még volt egy ilyen 800 kilométer, azt így délután azt gondoltam, hogy mit tudom én, három órára leküzdöm, de nem, mert olyan dugók voltak már ott Dortmund előtt érted, hogy az valami beszarás. Tehát Németországba az autópályát, én mióta Dortmundot járom, az most volt a negyedik vagy az ötödik alkalom, ezt állandóan újítják. Tehát Beterelés, kiterelés, 180, 120, tehát full sebességkorlátozás mindenhol haladni alig lehet. Egy pár szakasz volt, amikor így, mit tudom én, 160-nal tudtam ö, menni, mondjuk attól jobban minek, de, de na, szóval ö, brutális ö, szar volt a, a német szakasz, főleg a vége. Tehát ez a Dortmundtól egy ilyen 150 kilométer, az, az, az tébolyda. Tehát így minden lehajtónál megáll a sor, és nem tudod, hogy miért és csak állsz, és ezt csak elindul, és semmi nem volt, érted, csak... Igen, volt, most keringett egy ilyen videó, hogy hogy alakulnak ki ezek, és tipikusan tudod, ez a, valaki fékez egy nagyobbat, akkor mögötte föltorlódik, aztán, tehát ez a, ez a pulzáló, hullámzó mozgás így indul tehát meg. Nem érted, jól... hogy igen. mi történik, csak így megáll a sor. Igen, és akkor tovább magátul. mész a dugóba, és egyszer csak úgy, úgy már nincs dugó. És nincsen se álló autó az útszélén, se semmi, csak úgy... Semmi nincs. Ez a, semmi. Ez a pillangó effektus, tudod, itt ö, csap egyet a szárnyával a pillangó, és Bolíviában mondjuk szakad az eső. Na hát, most is ez történt. Odaértem csütörtök este, így van, és péntek reggel kezdődött az event, de, de olyan szinten érted, hogy én ezt így végig se gondoltam magamba, hogy van egy büdös nagy, van egy büdös nagy állvány, van én, 30 kiló likvid bakker, amit föl kell pakolni az állványra, készülék, kazán, izéhozé, és ott állunk a kiállításnál, és Hát az első nap azt hiszem 12 látogató volt. Tehát ezt azért így, így próbáld meg fődolgozni a számokat, érted? És be kell jutnunk, és mi ráadásul az emeleti részen, a le, a, tényleg a leghátsó a, a traktusba voltunk, azt hiszem 7 vagy 8 csarnok, gyakorlatilag. Na hát, mire odáig elcipeltünk mindent, hát így konkrétan a, a heréim azok így súrolták a, a, betont érted, mert azt se tudtam már, hogy mi merre. Hány méter egy olyan két kilométer biztos, hogy kézbe vittük a cuccokat fölváltva. És akkor ott kipakoltunk, sálálá, úgyhogy ilyen tíz óra elmúlt, mire be lett állítva a, a Bloss, a, egyébként ugye az ált, általad is ismert uh, a standján voltunk, uh -huh. akikkel még Bécsben találkoztunk először, hogyha... A, hú, hogy hívták a srácot? André André, André. André, André. aki azóta már üzleti partnerünk, tehát baromi sokat üzletelünk egymással, és egy nagyon becsületes, nagyon jó gyerek és voltunk náluk üzemlátogatáson, stb. stb. az ő gépeik egy részét használjuk mi is, illetve palackot tőlük veszük az alaplevet, tehát tényleg egy Németország legminőségi pgvg végéje van. Náluk is, nálunk is konténer szállításba megy minden, Úgyhogy most épp uh, uh, nikotinsó kapcsán uh, uh, tárgyalgattunk. Uh, ugye nekem más a beszerzési forrásom nikotinra, mint neki, és akkor így próbáltuk összehozni az árakat, meg a minőséget, hogy ki tud jobbat uh, elérni. Tehát így mindig van valami diskurzus köztünk, közben pedig van egy normál üzletmenetünk, tehát így nem telik el hónap, hogy ne jöjjön vagy menjen áru hozzájuk. És három csarnokban, tehát mondjuk a likvidekre akarok kitérni, illetve hát a, a, úgy volt a képzede meghirdetve a kiállításnak ez a része, jót vigyorogtam magamba, hogy NGP ha ez mond neked valamit igen 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 <laughs> tehát ez a next generation product tehát a, a és tudod így ránéztem a fölíratra és mondom hogy Jézus Máriám hát ezek tudták volna hogy volt valamikor egy illetve még azt hiszem van, van is talán egy ilyen magyar uh, módkészítő uh, nem is tudom minek mondjam kisüzem és hogy az NGP-nek ugye van logója és de ez csak egy sima kiírás volt. Na és akkor így, ugye mi a, a gyártók részén voltunk, ahol a, a palackoz, palackok, palackozók, de itt voltak a, a cigarettafilter gyártók, snűzgyártógép, ugye, ami Európában azért nem sok helyen van engedélyezve, de az indiai gépgyártók azért megjelentek. És hát elvétve volt egy-két likvid, illetve ilyen vízipipa dohány a cég, és aztán volt még két, nem, három büdös nagy csarnok, ahol, ahol kimondottan disztribútorok, illetve gyártók, forgalmazók voltak jelen. Ami érdekes volt egyébként, így a tendenciákat szoktuk ilyenkor két napot ott vagy, és akkor utána leülünk, és így átbeszélgetjük, hogy ki mit látott. Tehát a tekintve a, a Heat not burn elkezdett uh, erősödni, de úgy, hogy a kínaiak elkezdték másolni. De valami brutális módon. Uh, Heat Not Burn készülékből mondjuk uh, az iqos favorizálják valamilyen a kínaiak uh, glowhoz való ké készüléket nem nagyon láttunk, de Icos-hoz valóból legalább 20 féle volt. Tehát, hát teszem hozzá nekem is jobban tetszik valami... az iqos, hogy teszem hozzá nekem is jobban tetszik fizikailag az iqos, az olyan mekesebb. Ah, igen, az olyan, ezért, de, de brutál, tehát a, a mód, képzeld, hogy kisebb, fittebb, jobban kinéző készülék Kell, is voltak kint kínaiak. A pengét, ami az ICO-sban melegíti a, a cuccot, azt vagy három kínai cég ott árulta tehát ezt a, ezt a hevítő pengét, tehát mindent legyártanak, brutális. Állítólag még Kínából, valószínűleg Európába ugyanolyan sztikek is fognak bekerülni, mint ami az Ájkoszba megy, ugye az Asszem Marboró márkanév alatt fut, és ebből talán már per is van, de hát Kínában ilyen pert nem tudsz megnyerni. Az, az, hogy úgy néz ki, mint egy Mercedes, hát Istenem, erre, erre vagyunk képesek, mi csináljunk. Tehát ott a szellemi tulajdonvédelme, az még nem izé. És uh, egy csomó kis kínai cég is uh, volt kint Erzsigyve, a legdurvább uh, az volt, hogy az egyik cég úgy hirdette a modját, hogy tudod, mint régen a, a vízálló cipőt, hogy benne volt egy akváriumban mod, és így bugyorogtak a, a buborékok körülötte. És így így hirdette, hogy vízálló elteni, vízálló, vagy? és akkor tudod, így néztem, le is videóztam, mondom, hát beszarok, hát Mintha víz alatt lehetne vépelni, bozd meg, vagy nem tudom. Tehát... Hát ez a mélytengeri búvároknak mindenféleképpen tökéletes <laughs> véperesztő. Tehát így néztem, és nem hittem a szememnek. Mondom, mi ez? Tehát óra reklámot, meg nem tudom, miket láttam így, de hogy, de hogy egy, egy komplet izé, uh, DL mod, érted, ami egy nagy levegős cucc, és elképzelted, így benne hogy, Elképzelted, hogy egy, egy, Na. egy nagy zsákban uh, levegő van, tudod, a DL kazánnak a, a levegőző lyukán, mert hát egyébként még mi vizet szívnál át rajta. Nem igen, vagy igen, igen, igen. A, a másik ilyen baromi innovatív cucc az az egyik disztribútors standján volt, képzeld el, olyan, hát ezt, tehát így próbáltam földolgozni a látványt, aztán aztán ezt is végrögtem. Tehát képzeld el egy olyan készüléket, ami gyakorlatilag egy likvid tartály, és föl lehet cuppantani a szélvédőre belülről, mint a, a telefonodat és van nálad egy dripper kazán, aminek a, a, a szopóka részét így fölnyomod, és beengedi a likvidet a, a szopókán keresztül a dripper kazánba. Én nem, és én nem akarlak téged an, elkeseríteni. Tovább. De én nem akarlak téged elkeseríteni, ez körülbelül két vagy három éve ö, kezdődött Amerikából, és gyakorlatilag nem láttam azt, amit mondasz, de biztos, hogy úgy néz ki, hogy van egy ilyen széles galéria, meg egy kis csöcse lefele, fönt van egy Igen. tartály, és akkor a rácuppantós, mint ahogy a GPS rátszuppantott, és akkor alárakod a, a drippert, nyomsz fölfele kettőt rajta, az ő belepumpál annyi likvidet, és ennyi. De ez, hát ez milyen baromi ez körülbelül... veszélyes, baszki? Hát szerintem nem, de ez körülbelül valami... Hát nem azért, tudom, azért oda kell nézni, hogy betalálja a lukba. Nem, tehát valahogy ez tetszett, tetszett, de nem jutottam el sose odáig, hogy, hogy megvegyem ezt a dolgot, vagy akarjam magaménak tudni ezt a, ezt a készséget. De egyébként az elején csak nem akartam közbevágni, hogy eszembe jutott, mikor kiírtad, hogy, hogy már csak 800 km és most megpienzs, hogy ha elvittél volna, ketten letoltuk volna, egy egy kulcs elfordításra. Tudod hogy menet közben Igen, Igen, a volánt Igen. megoldottuk volna. Hát a kis, kis hazámból, tehát ugye ez Szeged mellől indulok, az olyan 1401 néhány kilométer, majdnem 1500 lett volna végülis is le lett, tehát hogyha reggel kolán elindulsz, valószínűleg végig lehet tolni. Tehát fölváltva természetesen, mert meg, megbolondultam egy magam. Tehát én már mindenhol lapos föltől kezdve érted a, a nem tudom azt láttad, amit megosztottam, hogy hogy a stadionok azért, és úgy épültek Magyarországon, Jaj, hogy kentrél védelmi Illuminati. hálót Igen. húzzanak. Mondjuk az egy két éves bejegyzés volt, de hát ezek ezek sosem évülnek el. ezek a. Zseniális! A, 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 van egy barátom, aki szerintem a legjobb magyar a, a science fiction író. Horizon Fawcett név, álnéven ír a Fonyódi Tibor. Egyébként azt hittem, több... azt mondod, hogy Horizon Ford. Nem, Horizon Fawcett. És, és tudod így odaírta, Csikász Lajos, aki szintén science fiction író, és még annak idején a X magazinba indult a pályafutása, de most történelmi regényeket ír, Ő osztotta meg ezt a bejegyzésemet, és a fogyó TV meg aláért, és, még én írok science fiction -t. minek? Hát, hát nem kell ide a tudományhoz semmi más, csak, hogy lapos föld, meg, meg ezek a... Kell egy vonalzó hozzá, meg egy ceruza, és pillanatok alatt összetudsz úgy három pontot húzni, hogy abból kijön, hogy Illuminati. És kész. Igen, ennyi. Ennyi. Na, visszatérve a Dortmundi kiállításra. Uh, szerintem kurva nagy baj van. Nagyon-nagyon uh, uh, szar irányokat uh, láttam liquid keverésbe, borzasztó, de ezt már mondtam a múltkor is, de most folyamatosan szembesülök vele, most már több cég is kijött ezzel a túlédesített, egyébként Stevia-t használnak, mert az nem tudom én, 800-szor, 1000-szer erősebb, mint a, a cukor és semminek semmilyen íze nincs, nyilván érzel valami citrusos, valami, mit tudom én, vaníliás, akármilyen ízt, de mellette konkrétan volt olyan mod, én ezt nem akartam elhinni, amit így fogtál a kezedbe, és már ragadt, ahogy Fifika. ez a trocsmákot Te pont nem voltál itt pont, és az meg szembe jött az egyik csoportba velem, és utána elküldte a Kína is, hogy hogy új akció és hogy nem dobom ki, és megláttam. De a mai napig nem fogom föl, hogy mi a fasz történik, de képzelj el, mm, a Kaifun mini volt az a hosszú vékony, vagy a Kaifun 2, na mind a mini a, volt. Volt a Kaifun a Kai V3 után volt valami hosszú. Jó, oké, csak a mini mini formája legyen a fejedben. Mi kb. ilyen a forma, egy picit, egy, picit, egy hosszabb. Az alsó részben van egy ilyen baszomkazános gőzbaszó, és fölötte van egy másik tank, amiben azt mondja, hogy öncsé, azt, azt az láttam. meg kóla, Red Bull, Málna szörp, kurva anyja, hogy, hogy álljunk meg egy pillanatra, hogy mi a, mi a cél, vagy, vagy, vagy elpárologtatom a, a Red Bull vagy, vagy nem tudom. Mondjuk az menő lehet, mikor arra is figyelned kell, hogy szénsavas a be. jaj, föl ne rázzam a jaj, kazánom, bazenle, mert jaj, 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 jaj. Vagy majd a bubit tehát... is el, elpárolok, tehát nem tudom, mi, hogy, miért. Szóval számomra értszetlen irányokat vesz ez a, az egész sztori. Ez mondjuk pont az iVape volt. 60 országban vannak jelen az iVape és csak ilyen ragacsos szaruk van. De mondhatnám a 12 market, ami szintén egy ilyen, ilyen nagy hype-nak körvendő likvid márka Európában. Viszont voltak pozitív uh, dolgok is, uh, rengeteg CBD s likvid volt. Tehát uh, szinte azt kell, hogy mondjam, hogy minden harmadik standon láttunk CBD és likvidet, ami egyébként nekünk is lehetne mert meg, megvan a CBD kristály forrásunk, megvan minden, de én addig nem akarok CBD és CBD tartalmú likviddel foglalkozni, amíg a hogy is mondjam neked, amíg azt a zöldséges ízt nem tudom produkálni a THC nélkül. Aki és nem tudná a... esetleg, tehát a, 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 CBD az a kannabidiolnak a rövidítése, így van. Ez egy, így van, ez egy kannabi, ez... várj, ezt mindig keverem. Kannabi, kannabioid, vagy kannabi. kannabi nem, Kannabidol. kannabinoid, kannabionid molekula. Kannabionid. Ö, és ez nem pszichoaktív, és, így van. és a kendernövényben, illetve a virágzatában is megtalálható. Így Egyébként van, illetve... igen, jól sejtitek, ez a marihuánának a fő hatóanyaga de tehát ez, ez, nem a, ez, nem a, fű. No. ez nem a fű. Illetve a kenderből most már vannak olyan nemesített fajták, amik nem tartalmaznak C... Mi ez? THC-re gondolsz? THC-t, igen, igen. CTH-t akartam mondani. Nem. Nem tartalmaznak THC, tehát ilyen 0,03 uh, ezrelék a, a THC tartalmuk, viszont magas CBD tartalommal bírnak. Ezeket egyébként Európa nagy részén uh, abszolút leg, legális termeszteni, terjeszteni, használni, akár teaként, akár elpippantani egy cigarettában, mert ugye nincs, nincs pszichoaktív hatása. Azt teszem hozzá gyorsan, hogyha valaki ilyet ha akarna most kipróbálni, azt hiszem, hogy olyan borzasztó távolságba kell mennie, hogy Csehország. Azt hiszem, ott is Legális már ez a dolog. Én úgy tudom egyébként, hogy Magyarországon is legális, de az Ugyi vitatja ezt a, a történetet, és ezért nem kaphatott még kvázi zöld utat ez a történet. Na, szóval visszakanyarodva az eredeti problémához, tehát Kristályból ö, tudunk ö, hatóanyagot tenni a likvidbe, mert a, a CBD kristály oldódik jól, és az nem olajos hatóanyag, mert ugye a CBD- t azt olajként is lehet ö, kapni, és annak viszont a CBD olajnak, annak viszont megvan ez a ez a finom zöld zöldséges illata. Na és itt a kiállításon találtam két kiállítót, akinek ez sikerült. <kül> Úgyhogy most már nyomon vagyok, és azt gondolom, hogy előbb-utóbb ki tudunk jönni egy olyan CBD-s likviddel, aminek autentikus az íze és az aromája, és mondjuk ehhez majd lehet keverni egy pici citromot, hogy érezd a háttérbe a törődést, vagy, vagy dohányt, vagy bármit. És uh, egy probléma volt még, ami így uh, nem nagyon uh, uh, hagyott nyugodni, hogy miért nem látok CBD-tartalmú likvidet nikotinnal. Erre tudod-e a választ, Charlie? Nem is gondolkoztam még ezen fifik, hogy te miért nem láttál CBD-tartalmú likvidet nikotinnal. Ez nekem így eszembe jutott érted? Hogy, hogy bakker, ott van a CBD, ami, ami egy ilyen lazító, nyugtató hatású potens gyógyhatása van. Ha valakit érdekel, az csak üsse be a keresőbe egy CBD, és látni fogja, hogy mennyi dologra jó. Várjál, és várjál, hogy a, mert tudod, hogy lusták az emberek. Tehát a, a... A, a, a fő hatásait csak pár szóban görcsoldó, gyulladás csökkentő, hányinger csillapító, szorongást tud csökkenteni, Csökkent. és a legfontosabb, gátolhatja a rákos sejtek növekedését, Bizony. és javítja az alvás minőséget. Nagyon sokszor, nagyon sokszor jó jön ez nekem, és most nem arról beszélek, hogy egyfolytában fűeznék, hanem az alvás minőséggel nekem nem, hogy évek óta gondjaim van. vannak. Tehát este így lefekvés előtt pöfentenél egy pár slukkot. Na és uh, én nekem ez így, így, baromira passzolt azzal, hogy aki átszokik, és uh, ugye a, a, az átszokás alatti ideges magatartás zavarokra is ez jó hatással lenne, de hogy miért nincs uh, mondjuk 20 mg-os nikotinsós CBD-s Tippelhetek? Igen. Nem esetleg a felezési idejével van kapcsolatban? Nem, nem, nem. Mert hogy aki uh, nem tudja, aki, ki... ennek ennek körülbelül. Most nem akarok 8-9-10 óra, valahogy így van a felezési ideje, a biológiai felezési ideje. Tehát lényegesen hosszabb, mint mondjuk a nikotinnak. Mint A nikotinnak Képz... a két óra. Képzelje el engem, mondjuk, hogy eldurantok 30 milli. Euh, CBD-s nikotinos likvidet <laughs> <Minden tangyukat>. mondjuk. <laughs> olyan jót aludnék a munkahelyen. Na és uh, ott az egyik uh, uh, szakemberrel beszélgettünk, és így föltettem neki ezt a kérdést, és, így néz, és annyira természetesen mondta, ahogy rám nézett, hogy hát figyelj, azt mondja, a, a, a CBD az egy uh, nyugtató, lazító uh, kvázi ilyen, ilyen uh, meditatív szer. A nikotin meg fölpörget, azt mondja, nem lehet a kettőt együtt. De, de miért nem mondtad neki, de hogy nem? Ismered azt a fogalmat, hogy power nap, barátom? Te tudod, ez a, azt tudod, hogy hogy működik a power nap? Nem. A, a power nap kifejezést arra használjuk, mikor, mikor vannak nagyon sokat és nagyon intenzíven dolgozó nördök, mondjuk, az IT részlegen, de legyen más is, de most erre ö, hangsúlyozom ki a dolgot, és sokat dolgoznak, és ku kurva fáradtak már, ö, kéne egy kis pihenés, de, de ugyanakkor valami pörgetni is kéne neked, hogy tudjad folytatni a munkát. És a következő metódus próbált ki, tényleg működik, ebéd után eldöntött, hogy te pihenni fogsz. Kaja, ez nem tartozik bele a powernapbe, fogsz egy kávét, leborítod, és abban a pillanatban, hogy megittad, lefekszel aludni. És most ne arra az alvásra gondol, hogy lefekszel és fölkezd 8-kor, hanem ez a 20-25 perc alvás. És a, a koffein pont akkor kezd hatni, amikor te ezt a 25 perces alvást mondjuk befejezed. Tehát kipihened magad egy picit, és utána elkezd pörgetni a koffein ez a power nap. Tehát, hogy, és állítólag baromi jó a hatásossága a dolognak. Tehát voltak is, meg vannak is nekem ismerősök, akik tolják ezt, ha nem is rendszeresen, de, de szokták ezt gyakorolni, és, és mindegyik arról számolt be, hogy ez, ez, ez tényleg kurva jó így, mert én koffein nélkül szoktam ezt, mikor mondjuk egy csapatépítőn vagyunk, és akkor ott kaja után föl a szobába fél órára le, és tudod azt hiszed, hogy utána, ó, mint a fejben lennék baszva, de nem. Tehát pihent, kicsit az agyad le, lenullázod, és utána folytatod azt a tevékenységet, amit előtte is, a koffein pedig rá segít arra, hogy az intenzitását meg tud tartani a tevékenységednek. Na, ez a power -nek. Na, ez érdekes egyébként. Azt viszont én már tapasztaltam, hogy így megittam a kávét, lefeküdtem, és baromi jót tudtam utána aludni. É, Tehát, pont azért, mert hogy a kávé az nem rögtön fejti ki a hatását, hanem annak is kell valamennyi idő, hogy a szervezetedben elkezdjen dolgozni. És biztos, hogy van ebbe igazság. Na, de térjünk vissza erre a sztorira. A, a, a CBD-t azt így kitárgyaltuk, és láthatóan sok. Tehát egyre több uh, fog bejönni. És végre találkoztam egy emberrel, aki hasonlóan gondolkodik ebben a, a likvid kérdésben, mint én. Uh, elég uh, jó kicserégettük uh, a nézeteinket. Biztos vagyok benne, hogy a, a jövő, az a, a, a dohányos ízeknél a, a dohány íz kivonatok irányába fog elmozdulni. Ez egy időben emlékszel rá, hogy voltak a korai, de nagy, nagyon koraira gondolja, amikor te találkoztál először a e cigarettával, hogy volt egy-két gyártó, aki, aki dohánykivonatot tett a likvidekbe. Aztán ez úgy a, a, jövedéki szabályozással való fenyegetés, hogy, hogy akkor ez dohánytermék, mert dohánykivonat van benne, meg nem tudom én. Ezek úgy elmosták ezeket a, a sztorikat. Most meg már nem probléma, mert így is úgy is jövedéki termék. És valószínűleg ebbe is mozgolódni fogunk a jövőben, hogy, hogy igazán klassz dohánykivonatokkal megspékelt likvidek is kerüljenek a, a választékunkba. Aztán, ami még érdekes volt, hogy, hogy az a tendencia is látszódott, hogy nagyon sok helyen volt, pod készülék, mégpedig képzeld el, hogy a, az általunk is sokszor beszélt, bár ugye mi nem nagyon használjuk, a Blue standján találtam podokat, és azt kell, hogy mondjam, egészen jó cucok voltak, bár ez még tudod, ez a hosszúkás, hagyományos, lapos, inkább a... Melyik az az amerikai? a, pod. A, vígadra gondol szerintem. Igen, igen, tehát hogy, hogy inkább azt a, a, vonalat követik, és egyébként mindenki standján volt valamilyen pod készülék. Még eldobható podot is láttam, aminek aztán végképp sok értelmét nem látok. Tehát visszajött a, az eldobható cigi pod formájába, Mindegy. Na, Tehát ja, de ilyen is kell, mert lehet, hogy valakinek a... ez ez a legegyszerűbb. Lehet, hogy valakinek ez, hogy, hogy tényleg egy kisebb a megszokott podnál. Hát vékony. egy milliv. Na, ez ilyen lifesavernek benne milliv... lehet a tatyóba. Egy milli folyadék. Hát igen, csak tudod, baromira nem környezetbarát. Tehát ezek nekem mindig ilyen, ilyen szempontok azért, hogy a higiénia és az, hogy mennyire környezetbarát a, a termék, de ez baromira nem az. Szóval ezek voltak a, a hagyományos 200 wattos marokmodos felhőköpködő lószarok, azok már komolyan mondom, így így negálódnak a, a szemembe, meg tudod, így elében teszik, hogy jaj, nézd már, színes kijelzője van. és is mondom, hol van ez, szavarjak, basz meg. Tehát az, hogy 12 watt plusz-minusz gomba beállítom, azt le lezárom a készüléket, ehhez nekem nem kell színes kijelző. Na, úgyhogy nagyjából ez, ez volt. Egy dolog volt még, ami szúrt, hogy egyre kevesebb a felújítható készülék. De ezt látjuk az életben is, tehát hogyha én én visszagondolok, hogy az utóbbi egy-két évben azok az emberek, akik érdeklődést mutattak valamilyen szinten, és megkérdezték, hogy mi ez és hogy tudnák, ők is kipróbálni. A végén adalogattunk ki, hogy ha nem használták, azért mert felújítható volt, és utána már inkább az volt a kérdés, hogy mennyire van neked erre affint, ah, hü ő hülye ezekhez. Jó, akkor nem kell vatta, nem kell csipesz, nem kell anyám kinyújtja, semmi nem kell, <coughs> hanem itt van ez a mod ehhez. Itt van ez a kazán, és akkor két hetente, vagy hetente ezer forint. Ez szerintem még mindig díl. És az esetek 75-80%-ában ilyen, ilyen emberekkel találkozok, és jó, hogy most ők a, a DL vonalat erősítik, mondjuk, de, de hát ha belegondolsz, tényleg ez a legegyszerűbb módja annak, hogy mindig megkapod, jó, nagy általánosságban mindig megkapod konstansan ugyanazt a beállítást, mert ugyanúgy tekeri meg az a nyüves gép, ugyanúgy, ugyanolyan tömör a vatta, és kész. Egyszer rátalálsz egy jó kazára, meg egy jó forlasztóra, és, és akkor onnantól kezdve csak azokat kell pótolni. Ha megvan a finitás, akkor tovább lépsz. Na, szóval mondom, ez, ez ezek voltak, amiket így, így leszűrtem a, a kiállítás kapcsán. CBD, ami a, a szűk piac, de, de, de úgy, úgy most, most, már jobban megmutatta magát az a CBD olajpároloktatók, ami egyébként majdnem olyan, mint egy e cigaretta, de mégse. Tehát ezek ilyen egymilli, félmilli tartályos ilyen régi, mi volt az ego előtt, bakker, már ilyenekre sem emlékszem. Az ego előtt? A igen. Izé volt. Tehát az a, a vékony cigi. Ja, azt akartam mérőtű. mondani, hogy Mózes lejött a hegyről a kőtáblákkal. De nem igen, 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 az öt 10 es 5-10-es készülékek jellemzően, és most már ilyen full kerámia, tekerés sincs benne, nincsen vívőanyag, csak kerámia betét, ami fölszívja az olajat, és ott egy a kerámiába épített valami elpárologtatja, de, de mondom, ez, ez annyira a periférián van, hogy tényleg eddig nagyon nem is láttam. Hát aztán a kiállítás többi része, mondjuk ami még nekünk esetleg érdekes lehet, az a vízipipás tand, az engem mindig megszokott így fogni, hogy, hogy milyen színkavalkád, meg, meg üvegek, tudod, meg, meg, bongok, meg a jó Isten tudja, milyen cuccok, és Ugye az Alfaker az egyik ilyen legnagyobb vízipipa dohánygyártó, hát ők konkrétan építettek egy ilyen Beduin sátort a, a, kiállításon, és oda be lehetett menni vízipipázni. Uh, illetve ami nekem nagy élmény volt, hogy találkoztam egy magyar vízipipa gyártó kisüzemmel, a vízipipa dohánygyártó kisüzemmel, akikkel egyébként én már egyszer összefutottam egy ilyen oktatás kapcsán. Trafikosoknak tartottam oktatást, és előtte ez az úri ember tartott a Vizipipa dohányról egy bemutatót a sajátjáról. És akkor így beszélgettünk meg, hogy mi, hogy, merre. Azért nagyjából ezek ilyen picit rokon, hogy is mondjam, Készülékek, meg, meg a gyártás technológiában is vannak párhuzamoságok, főleg, hogyha a, a kőre gondolsz a sisa nincsen nikotin, csak van ez a, ez a porózus kavics és egy folyadék, amit elpárologtat. És akkor így az ízeket megnéztük, meg, meg így megkóstolgattuk egymást cuccait, nem volt egymástól messze a standunk, és paromi jót beszélgettünk. Valószínűleg el fogok menni az üzemébe, nem azért, mert vízipipa dohányt akarok gyártani, hanem csak, hogy lássak egy, egy ilyet is, illetve hogy az ízesítésekről kicserélgessük a, a tudásunkat, vagy hát mit tudom, lehet, hogy tudunk újat mondani egymásnak. Úgyhogy ez, ez volt, ami, ami rettentően érdekes volt. Amúgy meg nem tudom én, négy csarnok Csárli tele szivarral, szivarkálva dohányzási kellékekkel, tehát érted, ez a olyan öngyújtó bakker, hogy uh, ilyen, uh, ilyen dombor nyomott papír van rajta, ahol a csajnak a csöcse kiáll a papírból, tehát na, tehát iszonyú innovációk, tényleg. tényleg. Mondjuk a, a, ami föltűnt egyébként, hogy mondjuk tavalyhoz képest, meg tavaly előtthöz képest, hogy egyre kevesebb a cigaretta. Tehát cigarettával, tudod, a, a Philip Morris az te, természetesen a, az Icos-szal volt kint, a, a Bat az, az némi cigaretta és a Vibe majd erről beszélünk egyébként, a, el ne hogy erről beszélnünk kell. És, és egyébként meg a szivarkák. Tehát mindenki úgy néz ki, hogy a, az európai adózási rendben a szivarka egy kevésbé sújtott trend, és mindenki szépen megy át a szivarkába, mondjuk ami engem meglepett, és még soha nem látta miért az a Ó, a Lucky Strike-nak van szivarkája példa. Tehát az összes cigaretta márká, Ban megjelent a szivarka, mert azt uh, olcsóbban tudják uh, adni. Tehát amikor tod erről beszélgettünk már, hogy amikor a dohányzási statisztikáról van szó, akkor a szálas dohány termékkel szoktak példálózni és így kiadják <laughs> szép finoman ezeket. <laughs> Úgyhogy nyugodjon le a picsába, mindenki a, nem csökkent annyit a dohányzók száma, mint amit a statisztika uh, mutat. Egyébként meg hát szakmailag tényleg egy, egy baromi jó kiállítás volt, szereztünk új partnereket, stb. stb. Most debütált gyakorlatilag a teljes új Bloss design álványjal, kivilágítással, mindennel, úgyhogy én baromira meg voltam elégedve. Magunkkal aztán majd látjuk, hogy, mit hoz a jövő, tehát így ennyit tudok Dortmundról mondani, és találkoztam ismerősökkel is, innen is üdvözlöm Jávorszki Adrien uh, Véper társunkat, akivel a kiállítás. Son sikerült uh, még egy közös szelfit is csinálni, bár még nem küldtem át neki, úgyhogy még nem jelent meg ez sehol. Ősbemutató. Ősbemutató, igen. Hogy egy pici, Ennyi történt. Hogy egy picit tovább lépjek a következő és egyben utolsó téma blokkunkhoz. A híradóhu jelent meg ma a következő cikk, és euh, jó lenne, ha Krisztián is itt lett volna, de köpködjük meg együtt, aztán majd kiderül, vagy beborul. Az a cikk címe, hogy tilos lesz a vevők hátrányos megkülönböztetése decembertől mert hogy a vásárlóknak még több joguk lesz, és évvégén lép életbe az az uniós szigorítás, hogy, hogy életbe lép a geoblocking. Na. Amely a nevével ellentétben a geoblocking rendelet nem arról szó, hogy geolokáció alapján kéne tiltani vásárlást, hanem pont fordítva szigorítja a vevők hátrányos megkülönböztetését, mert azt írja elő, hogy minden egyes Európai Uniós polgárt lakhelyétől, ideiglenes tartózkodásától és állampolgárságától függetlenül bármely más Európai Uniós webáruházban vagy boltban egyforma feltételek illetik meg vásárláskor fogalmazott XY ügyvédi iroda partnere. És próbáljuk... Kivéve. Igen, ezt akartam, hogy igen. És ezt próbáljuk meg átültetni, mielőtt nagyon megörülnénk az elektromos cigaretta kiegészítői és termékei ö, csoportba. Tehát kivéve a jövedéki termékeket. Igen. Ezért aztán valószínű, nem fogsz tudni alkoholt sem egyébként online rendelni más országból, mondjuk az aránylag kockázatos is, hogy összetörik. De pont a, a múlt, tehát az egyadással, tehát nem a, a monogám adásot, hanem az előző adásban, amikor a, a Vám, illetve az Anna ellenőrzésről beszéltünk, akkor vitatkoztam össze valakivel, és és így ezt azért lássuk már tisztán. Tehát értem én, hogy mit tudom is én, olyan másik országból rendelsz likvidet, ahol nem jövedéki a termék. Nyilvánvalóan Romániában nincsen ilyen szempontból probléma, mert itt jövedéki, nem lehet beküldeni Magyarországra jövedéki terméket. De olyan országból sem lehet nikotinos likvidet beküldeni Magyarországra, ahol egyébként még nem jövedéki a nikotinos likvid. Mert a fogadó ország szabálya kell, hogy érvényes legyen a vevőre, és mindig a vevőt terheli a felelősség, ezt azért ne felejtsük el. Mielőtt még bárki majd egyszer csak telesírná az összes fórumot, hogy a a Vám, vámon megbukott az egy liter hatos alapleve, amit lehet, hogy úgy küldtek már be, hogy EU-konform, tehát van tököm tudja mennyi nikotinsot, meg mennyi nullás alaplé, ez ettől még jövedéki kihágás. Romániában egy ilyen csomaggal, ha rajta kapnak egy céget, az 14.700 lejtől indul a büntetési tétele. Az durván fél millió forint. Tehát uh, uh, nem fél, hülye vagyok. Uh, majd egy millió forint, illetve több mint egy millió forint. Uh, tehát senkinek ne legyenek kétségei afelől, hogyha a törvény betű szerinti betartása mellett dönt, akkor nem rendelhet sehonnan likvidet, uh -huh. ami nikotint tartalmaz. Pont. Tehát ennyit tettem volna, így kiegészítésként a téged megillet egyébként a ez a jog. De ha már itt tartunk, hogy ugye nálunk, illetve az EU-ban a kereskedelmet, hogy próbálják föllendíteni országhatárokon átívelően, Cigler felé találatát, azt pedig te hozd meg, annyit mondanék csak előjáróban, hogy a, a cikkben benne van a betiltás, az FDA, és az online értékesítés. <laughs> Tehát, ha ebből valaki nem tudja összerakni, akkor az amerikai kormány mérlegeli az e-cigaretták online értékesítésének betiltását. És ez nem más, mint a, a, az amerikai élelmiszer és gyógyszerügyi hivatal, az FDA vezetője ismerte be. És ez úgy szokott lenni, hogy amin gondolkoznak, amin gondolkoznak, az már úgy is fog maradni. És itt ennél a, a cikknél kéne arról is beszélnünk egyrészt, amit mondtam neked, hogy erre majd térjünk vissza hogy az ízesítések, basszus, ezt így egy picit belefeledkeztünk mi is, az ízesítésekre vonatkozó tilalom Magyarországon 2020-ig kapott moratóriumot. Tehát nem tudjuk, hogy 2020 után lehet-e ízesített nikotinos likvid bárhol az országban, Meg, megvehető állapotban. És uh, Krisztiánnal ezért kezdtem el konzultálni, mondjuk erre nekem a figyelmem épp az egyik külföldi partnerünk hívta fel, amikor így uh, nevetve kérdezte, hogy ti otthon mit szívtok? Hát mondom, bakker, hát lehet kapni likvidet, igaz, hogy baromi drágán, trafikba, de, de lehet kapni. És van benne ízesítés? Hát mondom, van. És uh, így az orrom alá dugta, mert hogy ők is gondolkoztak rajta, hogy bejönnek a magyar piacra, és az óroma rádukta a hatályos jogszabályt. És akkor így elkezdtem én is filózni, mert hogy a hatályos jogszabályban a mai napon az van benne, hogy ízesítés nélkül hozhatók forgalomba nikotinos utántöltő folyadékok. És aztán eszembe jutott, hogy hát persze, mi annak idején azon a zominózus jobbikos indítvány mentén Kaptunk erre fölmentést 2020-ig. De 2020 után érvénybe fog lépni, ha addig nem történik uh, valami. Úgyhogy uh, már most elkezdtünk uh, szervezkedni egyesületi szinten abban az irányban, hogy próbáljunk valamilyen uh, kibúvót. Uh, Keresni, találni, vagy egy törvény, mert hogy, hogy ezt ugye egyébként törvényelő rendelet, nem, hülyeséget beszélek. Miniszteri rendelet szabályozza most jelen pillanatban ezt a szakaszt. Úgyhogy hát ennyi. Bárkinek van ezzel kapcsolatban. Élhető ötlete, az uh, nyugodtan ossza meg uh, velünk. Valószínű, kérni fogunk egyébként egy uh, audienciát. Au, audi audienciát. Audienciát. Így van. A, és valószínűleg a Lázár Jánostól, mert ugye most ő a dohányzás ellenes uh, fő, 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 fő hajakend és uh, megpróbáljuk neki elmagyarázni, hogy ennek így semmi értelme, tehát ez a csubakka védekezés lesz. <coughs> jó, Fifika, szerintem húzzuk be a kaput, aztán uh, jövő héten folytatjuk. Uh, abszolút hoztam a véleményed, mert jó bele húztunk időbe, de hát bakker, a monodráma után Ugye két hét alatt csak földgyülem lett a, a mondandó, és el, elnézést is kérünk mindenkitől, hogy ilyen hosszúra sikeredett ez a podcast, de hát van, aki meg a hosszút szereti. Azt akartam, hogy a végén kivéve Lackó <laughs> Jó, akkor kertkapu be, illetve kertkapu is on, jövő héten ugyan veled, ugyan nem tudom mikor, de beszélünk addig is jó nyaralást, sok locsolót, szevasztok! Egy élmény volt, sziasztok!